Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban megnézünk egy férfi hajvágást, terítékre kerül az 1000 oldalú bonszáj, végül pedig ellátogatunk a palotavárosi tavakhoz. Tartsanak velünk! Nyáron kifejezetten előnyös férfiaknak, fiúknak a rövid haj. A következő percekben megtudhatjuk, hogy hogyan készül egy divatos férfi frizura. Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Ma egy nullás átmenet lesz, és ugye ez egy ilyen mai ilyen trendi lesz, ami ilyen félfésült, kicsit hosszabb fazonú, de mégis így be lehet szárítani jól, hogy egy kicsit felálljon itt a tetején a haj. Szóval ez egy ilyen mai trendi és menő frizura lesz. Ugye most vizesen fogom vágni, a vizes vágás az annyiból könnyebb, hogy tényleg követni lehet, hogy ahogy felveszünk egy passzét, hogy hogyan lehet, hogy egyszerűbb lehet levágni, akkor megint felveszünk egy passzét, akkor megint mellé vágjuk, és így egyenletesen könnyebben le lehet vágni a hajat. És ugye úgy fogjuk kezdeni, hogy géppel fogjuk kezdeni, és ólóval fogjuk befejezni, és utána lesz egy szárítás, amit majd hajszárító és egy fésegítségével fog megcsinálni. És utána a vendég szokta kérni, hogy vagy hajlak, vagy wax, vagy zselé, amit szeretne kérni a vendég, azt fogunk rárakni, hogy fixálja a hajat. Jó, most akkor elkezdjük nullával szépen alulról. Ugye a hajban lehetnek szennyeződések, olyanok, amik a gépnek nem igazán tesznek jót, és így, hogyha kimosjuk ezeket a szennyeződéseket, akkor a gépnek így az időtartamát meg tudjuk hosszabbítani, mert ugye lehetnek por, apró kis olyan dolgok, amik a gépnek nem biztos, hogy jót tesznek. Ezért is célszerű így előtte kicsit megmosni a hajat. Nulla kettővel fogom tovább vágni. És ugye általában mindenki meg szokta nézni, hogy ő személy szerint, hogy meddig szokta felvágni. Én mindig így a halántékáig szoktam felvágni az embereknek, és onnan szoktam egy átmenetet belevinni, hogy látszódjon az átmenet, és ne az legyen, hogy hirtelen jöjjön a haj, mert így sokkal könnyebb egy átmenetet megcsinálni, amikor így szépen fokozatosan, mint hogy most nullával felnyílnám mondjuk kalapvonalig, és onnan már csinálnék egy, mert az sokkal nagyobb kontrasztos, sokkal nagyobb lenne a kontraszt a két méret között. Nullárommal fogom folytatni, és nullárommal ez megint egy olyan, hogy meg kell bizonyosodni arról, hogy utána még egy méretet rá lehet tenni, hogy jó legyen az átmenet, szóval addig fogom felvágni, hogy látom azt, hogy oké, akkor most még egy utolsó mérettel megyek, akkor jó lesz az átmenet. Szóval ezt is így meg lehet látni, így szemre meg lehet nézni, és hogy tényleg így hogy ne legyen nagy a kontraszt az előzőekhez képest. Most én 0-3-mal rámegyek. A
a befejezésképpen állítottam egy 3-as feltevőt, fogom befejezni egy zárt menetet, és meg lehet látni, hogy nem lesz ilyen nagyon nagy eltérés a kettő között, hanem szépen így egybe fog olvadni, és akkor utána fogom csinálni a tetejét. Az már ollózás lesz. Vendégem, ő egy sima egyszerű csíkot kér ide az elválasztáshoz, és azt nullás géppel fogom megcsinálni először, abba fogom kivágni a csíkot, és utána borotvával fogom kihúzni. És ez vendégtől függ, hogy miért szeretne, hogy még domináns olyan, hogy széles legyen a csík, vagy elég neki egy vékony csík bele, vagy szeretne, hogy teljesen lejöjjön hátra. Szoktok őt is kérni, hogy ez a csík a szemöldökkel is legyen, szemöldökben is legyen egy kis csík benne. Úgy szokták, hogy szemöldök, és akkor úgy jön föl, mintha ilyen csináltok volna egy ívet bele. Általában ki szoktam fésülni neki, megnézem, hogy mennyi az a töredezettség, és akkor úgy szoktam, hogy így felveszem a pasztékat, és megnézem, hogy mennyi az, amit le kell vágni. Ritkítás az azért kell, hogy megnézzük azt, hogy egy az, hogy a haj is felfrissül, mert nagyon sűrű a haj, általában ott szoktunk ritkítani, és attól még lazább lesz a haj, és még mutatósabb. Elkészült a haj, most egy mindennap is egy mostani stílust csináltam, és most a végén le fogjuk lakkozni. Ez abban is különbözik a waxtól, hogy a lak az nem nehezíti annyira a hajat, mint a wax, és általában ezt szokták kérni a vendégek. Ez is ugyanúgy tartósítja, szóval ugyanúgy be fog így állni a haj, mint hogyha waxoznánk, csak ez nem nehezíti el annyira, mint mondjuk egy wax, azt jobban be kell dörzsölni. Hogy tetszik, Bozsi? Jó lesz, király lesz. Köszönöm szépen. A bonszáj egy ezerarcú műfaj a növényvilágban, ezúttal a hangsúlyozó növények kerülnek terítékre. Kecskeméti Zoltánnal állunk itt a stúdióban, és az úgynevezett hangsúlyozó növényekről fogunk beszélgetni. Zoltán volt olyan kedves és elhozott párat a stúdióba. Kezdjük ezzel a kettővel. Ez a kettő ez nagyjából ugyanaz, ha jól nagyjából látom? Nagyjából ugyanaz, variáció egyébként. Az egyik egy normál, a másik ugye egy úgynevezett aranyszálú
növény, ami azt jelenti, hogy Japánban szálkafűnek hívják egyébként, Japánról ered, most már Magyarországon is lehet vásárolni, kint is lehet ültetni, télálló a növény, néha még virágzik is, és jól bírja az itteni éghajlatot is. Azért szeretem kisedénybe ültetve, nekem ez így kompletten nagyon tetszik. Ez egyébként ez a fajta nevelés, ez egy kicsit úgy is mondják, hogy hand garden, kézi kert egyébként, de főleg a bonsai mellett, mivel most a bonsainak uborka szezonja van, ugye öntözni kell, meg tápozni, azért mutatom be ezeket, mert ezek is adnak munkákat nekünk évközben, illetve nyáron. Egyrészt, hogy öntözni kell őket, nem is keveset, ugye, mert kicsi edényben vannak, az idei időjárás tudjuk már milyen, és hogy ilyen szépek maradjanak mindig. Menjünk vissza egy lépéssel. Mit jelent az, hogy hangsúlyozó növények? A hangsúlyozó növény azt jelenti, hogy van egy nagy bonsai növényünk, mellette van egy hangsúlyozó növény, és valamikor majd beszélünk arról, hogy mellette még használunk sziklákat, köveket, arról majd külön témát fogunk ejteni, vagy külön adást fogunk. Tehát ez a dekoráció, dekorációja? Ez egy dekorációnak a dekorációja végül is, igen. Ez kihangsúlyozza a növényt, tehát valamikor olyan növény mellé, ami nem virágzik, virágos növényt állítunk picibe, meg fordítva, tehát lehet variálni egyébként, hogy mit szeretnénk. És nagyon, hogy mondjam, dekoratív dolgok ezek, érdemes velük foglalkozni. Otthon is, akinek kicsi kertje van, vagy ne adj Isten, a szobába szeretne tartani, még azt is meg tudja csinálni. És azt mondta, hogy sokat kell locsolni, mondjuk ezt a növényt mennyit kell locsolni? Hát ezt a növényt egy nap elég úgy locsolni, a leggyorsabb locsolás az, hogyha vízbe mártom. Megvárom, míg buborékok eltűnnek, kiemelem, kész, arra napra elég. Ha viszont nagyon magas az UV-sugárzás és nagyon meleg van, akkor érdemes odafigyelni délután is rá, hogy kiszáradt-e, mert ugye kicsi az edény, hamar kiszárad. Tehát így akkor edényestül kell bemártani, igen, nyilván, igen, mert nem veszi ki igen. Az ember. Mondjuk beteszem a hálószobámba, ami igen. Keleti fekvésű, tehát az nagyon jó neki, napfényt. Az nagyon jó neki, a délelőtt kap napfényt, mivel ezeknek a növényeknek nem teljes napsugárzás kell, hanem egy szórt fény. Tehát fény, fény és fény, de szórt fény. Melyik a kedvence ezek közül? Nekem ez a kedvencem, ez a japán páfrány, ami nagyon ritkaság, Európában is nehezen lehet hozzáférni, nem olcsó mulatság egyébként, de hogyha az ember jól tudja tartani, akkor összeültetve több növényel együtt nagyon dekoratív növény. Ezt ha így bemutathatom, akkor így mutatom, hogy ez egy fű, egy japán fű, aztán van a maga a japán páfrány, és van egy Selaginella nevű növény, ami szintén ilyen páradus levegőt szereti, és télen ugyan visszavonul, de tavasszal újrahajt. Egy ilyen kis hangsúlyozás még pluszban benne van, és látni itt az új hajtásokat, hogy hozza új növény magát. Tehát ez is akkor úgy működik, mint egy hagyományos növény, hogy elszárad, lehullik. Igen, igen, de ez nem, ez örök zöld, és egyébként bármilyen furcsa a japán páfrány, ami a szabadban van, napot is bírja elég szépen. Nekem, én elmondom, hogy nekem melyik a kedvencem, igen. Így ránézésre, nekem ez tetszik nagyon-nagyon, ez micsoda, olyan, mint egy kis erdő. Ez egy kis erdő valóban, ha szabad, akkor így bemutatom. Így néz ki maga az erdő. Teljesen bonszás stílusban. Ez japán ecetfa. Rusz tipina a neve egyébként japánul. Azért tartjuk egyébként, mert nagyon dekoratív növény így ránézésre is, de ősszel olyan gyönyörű, szép, vörös, hogy mondjam, ilyen izzó leveleket produkál, hogy maga fantasztikus látvány egyébként. Ezek ugye van mondjuk 20 hajtás, 27. Ez egy gyökérről van, vagy egyesével? Nem, egyesével van, igen. És van egy rossz hírem, ezt mikor szétszedjük, újra ültetjük, mert azért 3 évent át kell ültetni, újra egyenként kell ültetni. Tehát úgy kell a drótot is, hogy be tudjam hozni a kívánt formát, amit kell, hogy a bonsai terminusának megfeleljen. Akkor van ezzel meló. Ugye erre mondta, hogy páfrány, ugye? Igen, ez egy páfrány, Pirosszia nevű páfrány. Első ránézésre erre mondanám, hogy páfrány. Ez is páfrány, ez szintén Japánból ered egyébként. Sokan tudják, hogy madárpók páfránynak hívjuk itt egyébként. Japán neve Duvalia, és nagyon könnyű tartani, mert egy kis
spricceléssel, egy kis párásítással el van a növény egész nap. Nagyon szép dolgokat láttam, magam is fogok csinálni. Uszadékfára ráültetni magát a növény. Gyönyörű dekoráció egyébként. Nem is a legolcsóbbak közé tartozik nyugaton egyébként. 40-50 eurónál kezdődik egy ilyen kis növény. Mik ezek a fehér bigyuszok, amik ilyen tényleg póklábak? Ezek a póklábak, igen. Ezek a légző gyökerei a növénynek egyébként. És akkor szép, mikor ilyen fehér. És tényleg hasonlít, ha megnézzük a póknak a lábára. Akkor... Megérintettem? Persze, természetesen. Ilyen szőrös lába van, mint a póknak egyébként. És ez meddig ilyen? Azt mondta, hogy akkor szép, amikor ilyen, meddig ilyen? Ez mindig ilyen, de vissza lehet vágni, és akkor új fele a hajtásokat, mert hoz mindenhol hajtást. Ez most nemrég ültettem át, van egy másik fajtám, amiben több a levél. Ez most kezdett helyrehozni magát, úgyhogy pár hét, és akkor újra megjelenik sok levél rajta, és lehet alakítani, tehát nyugodtan ki lehet vágni azt a levelet, amit úgy szeretném, hogy nem, ne ide nőjön, ne itt nőjön a végén, hanem a közepén, akkor kivágom, fog majd hozni ott is. Ez itt, illetve ezek a szálak, ugye középen igen. Zöldek, nem szálak, levelek, igen. Középen zöldek, a szélén feketék, ez hogy történt? Így van, ez úgy történik, hogy ez egy szintén japán növény, és pedig a japán növények közül Hakanoklea marka, és ennek a neve egyébként, van egy utóneve is, nem biztos, hogy jól mondom, de Nigerescence-nek hívják, azért, mert ezt a fajta növényt a japánoktól az angolok nemesítették feketére, bármilyen furcsa. Egyébként ez az maga az eredeti növény. Ja, hogy ez ugyanaz? Ez ugyanaz, csak... Aha. Ez feketére van, és hát nagyobb edényben van, egy kicsit nagyobb is a növény. Ez ugyanaz egyébként a fajtában, csak nem fekete, hanem zöld, és ebben van nagyobb, van ennél nagyobb, még nagyobb, és nagyon gyönyörű kerteket lehet ebből készíteni, mert igénytelen növény. Igénytelen, bírja a telet nálunk, tehát a mínusz 20 fokot is bírja. Nekem volt a kertemben, tehát tudom azt, hogy mit bír ki. Erről a kis aranyosról még nem esett szó. Hát ez az aranyos, igen. Ez a Farfugium japonicum auremaculatum, ez annyit jelent, hogy ezek a kis pöttyök, mikor megjelennek rajta, ez a napsütéstől függően több pötty vagy kevesebb, egyébként árnyékkedvelő növény, nagyon sok vizet kíván, és nagyon dekoratívnak tartom így, ha megnézzük, főleg ha több szál fog nőni belőle. Magyarországon szintén nem igen hozzáférhető növény, de külföldről be lehet szerezni, főleg Olaszországból. A kis piros edénybe főleg jól mutat egyébként maga a növény, ahol azért hívják leopárd növénynek is, mert leopárd-szerű foltjai vannak, ugye a sárga foltokról nevezték el. Itt két növényt látunk ebben a kis edényben? Kettő van egyben ültetve, igen. Ez egy hosta, tehát árnyékliliumnak hívják, virágzó növény. Tehát itt, amit látnak, legtöbb virágzó növény egyébként. Ez is ugye a kézi kertnek a bemutatására való. Egyébként ilyen növényeket lehet Magyarországon is vásárolni, bőven több fajtát egyébként. Érdekes az, hogy ha kicsi edényben van, akkor ilyen kicsi marad. Kiültetjük, megnő nagyra, akár 50-60 cm magasra is, és ősszele virágzik. Egyébként kék színű virágot tud hozni. Az jól hangzik, azt megnézném akkor is, amikor virágzik. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen, amiről még nem esett szó. Erről még nem esett szó, ezt úgy hívják, hogy szakszifrága, azaz kőtörőfű, ez egy japán változata. Ő majd lila virágokat hoz szeptember környékén. Végül is ezek igazán sziklakertbe is megállják a helyüket, tehát sziklakertbe is lehet. Többféle fajtája van, vagy 200 fajta egyébként, úgyhogy nekem tetszik, mert dekoratív, főleg ezekkel a enyhe lilás sötétebb levelekkel, és gyönyörű szép lila virágokat hoz egyébként. De még a kedvencemre muszáj egyet kérdeznem, ezzel mennyi meló van? Nem sok munka van vele, annyit kell csinálni, hogy mikor be van ültetve, beindul, szépen hagyni, locsolni kell, ennyi az egész, egy kis tápot kell adni neki, és várni az őszt, amikor csodás színe van, majd annak idején be fogjuk mutatni a csodás színét is, mert tényleg lenyűgöző színpompája van ősszel, mielőtt lehullik a levél. Na hát erre kíváncsi vagyok, akkor majd össze visszatérünk a hangsúlyozó növényekre. Remélem. Köszönöm szépen Kecskeméti Zoltánnak, hogy befáradt hangsúlyozó növényeket néztünk meg a bonszáj külön kiadásban.
Elkészült a Sport és Szabadidő Parkapalota városi tavaknál. A következő percekben megtudhatjuk, hogy mi minden újult meg. Stopp táblán, állj meg, Lara! Stopp! Anita és kislánya épp a kresztampáját tesztelik Székesfehérváron, a Palotavárosi Sport és Szabadidő Központban. Az anyuka azt mondja, mindig szívesen jönnek ide. Sok változatos játék van, jó környezetben, itt van ugye mellette a tó, és hát gyakorlatilag játék szempontjából, fejlődés szempontjából is jónak találom, illetve egészségjavító szempontból is jó hely. A Palotavárosi tavaknál kormánytámogatással megvalósított Sport és Szabadidő Központ minden korosztálynak kellemes és aktív kikapcsolódást nyújt. Azt szeretnénk, hogy valaki itt Székesfehérváron találjon munkát, telepedjen le és maradjon a mi városunkban, vagy a fiatal ne menjen el, akkor olyan környezetet kell kialakítanunk, ami vonzó. Egy ilyen környezetben állunk most, ez a Palotavárosi Szabadidőpark, ami több mint 1 milliárd forint támogatásból valósult meg, de természetesen segítünk abban is a képzési programokkal, a duális képzési programokkal, hogy a fiatalok itt maradjanak, tehát a helyi munkaerőpiacot erősítsék. A több mint 20 ezer lakosú városrészben megvalósult 1 milliárd forintos fejlesztés az itt élők érdekeit szolgálja. Amikor a 80-as években befejeződött ennek a lakótelepnek az építése, akkor nem készült már el, valószínűleg nem volt rá pénz az a zöld beruházás, ami az itt élők életminőségét pedig jelentősen és pozitív irányba befolyásolhatta volna. Na most ezt pótoltuk. Az északi tó mellé a városrészben működő általános iskolát is kiszolgáló funkciókat telepítettek. Van itt fitness és kondipark fogyatékkal élők számára is, valamint kresztampája és játszótér is épült. A korszerű létesítményben garantált az egész napos szórakozás, ezért a családok szívesen jönnek. Akár reggeltől estig a gyerekek bírják, csak a szülőnek legyen kitartása hozzá. Beni például, hogy focizik, mi a műfüves pályát is nagyon sokat szoktuk használni, a kressz pályát is nagyon szereti, igazából nagyon sok mindenre tanítja a gyereket. A szabályos közlekedés, a tábláknak a használata szerintem nagyon szuper. Szép. A hely kedvelt a pecások körében is, rendszeresen tartanak horgásztáborokat, valamint számos hazai és nemzetközi versenyt rendeznek a palotavárosi tavaknál. Ez már a déli tó, ahol rendezvénytér, színpad, kosárlabda és focipálya található, de sütni, főzni is lehet a jó levegőn, és ez még nem minden. A déli tó körül kerékpározásra, futásra, sétálásra egyaránt alkalmas murvás sétány került kialakításra, közvilágítással, sőt a napokban futókör is alakult, hogy segítsék a sportolni vágyókat. A Sport és Szabadidő Központ valódi zöld sziget a város szívében. Mikor tudunk, jövünk, tetszik nekünk nagyon az, hogy egy kicsit el van zárva az autóktól, nyugalom van, lehet jönni baráti, családi társasággal, akár bográcsozni, akár pecázni. A beruházás környezetvédelmi szempontból is fontos, és része az úgynevezett Fehérvár tüdeje programnak. A tavak túloldalán egy nagyon nagy erdősítési programot kezdtünk el a Vadex-szel közösen. Sok-sok százezer fa ültetése történt meg, illetve történik meg. Most itt éppen nagy kánikula van, tehát érezzük, hogy mennyire nem mindegy, hogy tudjuk-e a faállományt bővíteni, és ezáltal a klimatikus viszonyokat még mindig érhető mederben tartani. Az erdősítés 5 évvel ezelőtt 4 hektárral indult, és több ütemben folytatódik a Fehérvár tüdeje program részeként. A városi erdők és parkok nagy szerepet játszanak a lég, illetve talaj szennyezettség javításában, és áldásos hatásukat a következő generációk is érezni fogják. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!